itthon is el tudom látni ugyanazt a feladatot, ugyanúgy tudok fejlődni, ugyanolyan sebességgel. Éveken keresztül a szüleim csinálták a vállalkozást, miközben én tanultam. Ezután úgy gondoltam, hogy ha már ennyit küzdködtek és gürisztek ebben az egésszel, akkor nem teszem meg velük azt, hogy én fogom magam és kimegyek, és őket pedig cserben hagyom. Próbálni összefogni, minél többen, barátok, család, valami, egy összefogás el lehet érni valamit. 2 plusz 2 az 4, így van? Szeretnék, hogy több legyen, de az 4. És az emberek sok esetben azért mennek külföldre, mert azt hiszik, hogy 2 plusz 2 külföldön 10. Baráti kör, család, mindenki itt van. Nagyon sok barátom itthon van, és úgymond fogjuk egymás kezét, mit kellene kitalálni, mit nem kellene kitalálni. Küzdelmes az élet, ha elmennek külföldre, ott is nagyon meg kell szenvedni, hogy föl tudják találni magukat, és még teljesen idegenben lesznek. A lelkem, a szívem nem kapott táplálékot. Először, mikor hazajöttem onnan Belgiumból, egy hétvégére, megcsókoltam a földet, hogy végre hazajöttem, ez bánat, itthon vagyok.